az egót azt nagyon félre kell rakni, és hogyha ezt félre rakjuk, akkor nagyon hamar rá tudunk jönni, hogy most én voltam a hibás, vagy más volt a hibás. Az egót félre rakni fájdalommal jár sokszor. Az nagyon-nagyon fájdalmas is. Szia, Adél, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, és örülök, hogy itt vagy. Én köszönöm a meghívást. Adél, kérlek, mesélj nekem arról, hogy mit csinál manapság egy aktivista? Mivel foglalkozik? Én szerintem nem egy aktivista vagyok. Én nem gondolom, hogy így definiálnám magamat, és nem is ez az első szerep, ami betölt valamit az életemben. Nekem elsősorban a művészet, a színészet az, ami van, és például, hogyha erről beszélünk, akkor most semmi más nincs egyelőre, csak castingok. Lehet, hogy fogok majd forgatni, és remélem, hogy kapok lehetőséget, de ezt most még konkrétan nem tudom. Alapjáratom meg szerintem nagyon kreatívnak kell lenni mindig, és van egy filmötletem, amit most dolgozok egy íróval, rendezővel és producerrel. És amúgy most elkezdődött már a Glamouron egy rovatom, ami tulajdonképpen a transzláthatóságot mutatja meg az olvasók számára. És hát ezen kívül amúgy még egy könyvtervem is van, amit szeretnék majd egyszer megírni. Nem tudom, hogy ez mikor lesz. Szóval szerintem a művészetben mutatkozik meg egyfajta aktivizmus, és nem szeretem, hogyha egy ilyen véget raknak rám, hogy én egy... Tehát nem egy olyan aktivista vagyok, amit úgy a régi időkben gondolunk, vagy tudunk, hanem szerintem ez más, és nekem elsősorban a művészet van, nekem ez az, ami... Nem fogok magyarázkodni, mert ezt egy cikkben láttam, és a saját szavaid voltak ezek, hogy te aktivista vagy, nyilván föl volt sorolva, vagy színész, tehát hogy színésznő is vagy, de hogy az aktivista is ott volt a felsorolásban. És mivel tudom, hogy elég sok helyen nyilatkozol arról, hogy épp milyen projektben vagy, vagy hogy most ugye a darabod hol tart igazából, én arra lettem volna kíváncsi, hogy azért egy nagyon sajátos terület transzként aktivistának lenni, én erre voltam kíváncsi, de valóban, hogyha a művészetben mutatkozik meg, akkor ott, és igazából az, aki te vagy, és amit teszel, és mondasz, és érzel, az teljesen mindegy, hogy most milyen bélyeget kap. Bár jelzem, nem én tettem a bélyeget rád. Mesélj, kérlek egy kicsit arról, hogy mennek a castingek. Tehát, hogy Berlinben vagy, most ott élsz. Hogyan történik egy ilyen? Hát van egy ügynököm, és hogyha van egy megkeresés, akkor általában van pár nap felkészülési időm, amikor megtanulom a szöveget, szerzek egy partnert, és megcsináljuk a videófelvételt, és elküldjük aztán, hogy engem válasszanak, vagy nem. Nagyon ritkán van olyan mostanában nekem, hogy mondjuk egy interaktív Zoom videó közben a partnerekkel mutatkozunk be, hogy ez hogy menne esetleg. Szerintem ez maximum az utolsó körben derül ki, vagy akár akkor már élőben is találkoznak. Nem tudom, most egyelőre ezek voltak az utóbbi időben nekem. Mi az a tabu, amit nem kérdezhetek semmiképp sem most itt ebben a 20 percben? Nem tudom. Ugye az, hogy nem beszélek az előző nevemről, mert ezt nem gondolom fontosnak megosztani. Eszembe sem jutott megkérdezni. Én tulajdonképpen azt gondolom, hogy mindenre szeretek választ adni. Nyilván vannak olyan kérdések, próbáljuk meg. Oké.
Én leginkább a párkapcsolatodra és arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan tudsz kiteljesedni, hisz te nő vagy, nőnek születtél, és hogy tudsz úgy kiteljesedni, hogy lezárod, nem zárod le, tehát hogyha mesélnél nekem erről, hogy mik a belső folyamataid, például egy párkapcsolatban. Mindig szokták kérdezni amúgy, hogy miért kell hozzátenni most még, hogy mondjuk transznemű nő. És én tulajdonképpen rájöttem arra a válaszra saját magamnak, hogy azért, mert ez egy olyan út, ami kikerülhetetlen. Tehát, hogyha én valakivel egy párkapcsolatban akarok lenni, akkor nem akarok úgy párkapcsolatban lenni, hogy hazudoznom kell, vagy hogyha ezáltal nem nőként tekint rám, akkor ő nem lesz az én párom. Nem mondanám, hogy én most párkapcsolatban vagyok, egy szakaszban vagyok most, ami eddig nem volt az életemben, hogy úgy mond, tehát hogy már rögtön előre elmondtam ennek a partneremnek, most egy ilyen randi szakaszban vagyunk, ez már nagyjából egy hónapja tart, és meglátjuk, mind a ketten ilyen, már így kaptunk seveket, úgyhogy ilyen azt gondoltuk, hogy így kicsit így hosszabban ismerkedünk, és utána, tehát hogy lassabban haladunk, és utána mondunk ki dolgokat, vagy definíciókat saját magunkra, hogy én most ebbe vagyok, és előtte úgy randiztam, hogy én nem mondtam el, mert azt hozzá kell tenni amúgy, hogy ez mindig akkor kell ezt elmondani, amikor az adott személy annak gondolja, tehát ilyen dolgot nem szabad, és nem is kell ráagatni egy emberre, hogy neked el kell mondani, nem csak ebben, hanem akármiben. Úgyhogy akkor sokszor meg is égettem magam, és sok rossz tapasztalatom volt, és így kevesebb merítésből tudok válogatni, viszont akiből válogatok, az mondjuk az hasonlóbb az elképzelésemhez, mint mondjuk, amikor egy olyan tengerből válogatok, amiben sok hal van, és sok hal közül nagyon sok nem az én halam. És mi az elképzelésed? Ezt nehéz elmondani, mert nincs olyan konkrét elképzelésem. Az, hogy amikor meglátom, akkor valami ott a hasonba moccanjon meg. És hogy ez lehetőleg az ő részéről is legyen, hogy tudjunk beszélgetni. Egyszerűen, vagy nekem legalábbis nagyon fontos például a szag, hogy ér hozzám, hogy csokol meg, hogy kommunikál velem, és akkor ez mind azok a dolgok, hogy így azt gondoljuk, hogy ez olyan egyszerű, de közül meg ez pont ez a négy vagy öt dolog passzol a legkevésbé, vagy nekem legalábbis, és akkor még el sem jutottunk a szexhez. Szóval ez egy összetett dolog, és szerintem nehéz olyat találni, aki egyszerűen, és olyan nincs, hogy tökéletes szerintem, mert itt is valamiben nem értünk egyet mi például, de valahogy azt érzem, hogy azonos, ami az elképzelésem, hogy egyszerűen csak tudunk kommunikálni, és nem unom. Igen, ez nagy szó egyébként. Szerintem azonos nemek között is, meg akárhol, tehát, hogy nem unni, eljutni volna, igen. És Adél, mik a mindennapi kihívásaid? Tehát, hogyha egy listát kellene csinálni, megállnánk egynél, kettőnél, vagy ennél több kihívásod van, és mik ezek? És jelzem, tehát, hogy az én fókuszom nem azon van, hogy te egy transz nő vagy, hanem te Adél vagy, és én Adélra vagyok kíváncsi, mindennel együtt persze. Hát szerintem külföldön élve az mindig azért eszébe jut az embernek, hogy miért van külföldön, és hogy miért van az, hogy valahova született, ahol egyáltalán nem találja a helyét, és valószínűleg soha nem fognak ott feladatok. Szerintem Magyarországon nekem feladataim nem lesznek. Ez egy érdekes dolog volt megfogalmazni magamba, és elfogadni, de ugyanakkor meg arra is mindig rájövök, hogy sokáig mondjuk nem szeretem a politikát, de én azért rájöttem arra, hogy azért nem csak a politika, hanem az a magyar
felfogás, vagy a nép az, ami nekem sokszor gondot okoz, az a felfogás, hogy ha nekem rossz, akkor másnak is legyen rossz. És még egy csomó ilyen dolgot mondhatnánk, amit imádok, hogy itt nincs. Ugyanakkor nyilván vágyok, hogy Magyarországon legyek, vagy mondjuk szeretném Budapestet. Szóval ez egy ilyen, tudod, ez egy olyan dolog, mint hogyha anyukáddal mondjuk nem szeretne az anyukád vagy az apukád, és azért mégis van egy ilyen fura kapcsolatod vele, hogy így akarom, de nem is, és egy ilyen állandó hadakozás megy magadba. Szóval ez egy nagyon érdekes állapot, nem tudom jól leírni ennél. Igen, szóval ez egy alapjáton egy ilyen bennem lévő harc, vagy kudarc, vagy mit tudom én micsoda. Az, hogy művésznek lenni, hogy művész legyen az ember, azért szerintem nagyon sokat kell tenni. Ez egy állandó tanulás. Azt is érzem, hogy nem csak a színészet felé akarok nyílni. Ugye például ez a saját rovatom, a glamour.hu-n az azért is jó, mert azt látom, hogy mondjuk esetleg az írásban is lehet utam, amiben mondjuk ki tudok teljesedni, de hát ezek mind külön szakmák, tehát ezeket meg kell tanulni, és viszont közben meg egy csomó jó dolog is jöhet ezzel, tehát egy új dolgokat nyithat ki. Szóval ilyen konkrét dolgot nem tudnék mondani, inkább csak az, hogy néha túl sok mindenbe kezdek, és úgy rájövök arra, hogy Jézusom, most akkor ezt jól is kell csinálni. És akkor ez amikor így vállalok dolgot, akkor úgy rájövök, hogy akkor így ezt, oké, ezt így belementem ebbe meg abba, de kérdés, hogy én ezt most mennyire tudok jól teljesíteni. És akkor az, hogy jól teljesíteni, hát az idő, energia, pénz, minden. Tehát, hogy a legnagyobb kihívás ez az életemben most. maximalista vagy nem? Én azt mondom, hogy maximalista vagyok, de hogyha valami nem miattam jó, azt egészen le tudom szarni. nyugodtan. Értem. Tudod, miből gondolom? Mert hogy annyira nagyon-nagyon szép vagy, nem tudom, szokták-e neked mondani, vagy nem, de hogy annyira finomak a vonásaid. És ehhez még hozzá, tehát hogy én éreztem, hogy biztos, hogy magas elvárásokkal vagy magad irányában is, és valószínű másoktól is sokat vársz. Melyik a nagyobb elvárás, mint érzés mások irányában, vagy saját magad? Tudod, ez a belső kattogás, ha valami nem megy jól. Ha te nem csinálsz valamit jól, vagy más nem? Szerintem ez most már azért sikerült átformálnom, mert azért én most az utóbbi másfél évben azért sokat fejlődtem. Tehát az, hogy mondjuk, hogyha valami rossz, az most már nem mindig azt gondolom, hogy ez az élet miatt rossz, vagy mondjuk az emberek miatt rossz, és ezért régebben én nagyon így gondolkoztam, tehát hogy nagyon durván, szélsőségesen így gondolkoztam, és hát azért ez nagy felismerés volt, hogy azért itt az egót azért nagyon el kell engedni. De ez onnan is jött, hogy például ugye az, hogy mondjuk a férfiakkal, amíg nem mondtam el, addig máshogy néztek rám, addig nőként néztek rám, és utána sokan mondjuk nem. És itt is például kirakni magadat egy olyan, tehát én folyamatosan mondjuk kirakom magamat egy olyan céltáblává, vagy céltáblára, ami ott az egódat piszkálja. Szóval lehet, hogy ebben az életben nekem nagyon az egómmal van dolgom, hogy ezt így teljesen lecsipegessem. Én azt gondolom, hogy az egót azt nagyon félre kell rakni, és hogyha ezt félre rakjuk, akkor nagyon hamar rá tudunk jönni, hogy most én voltam a hibás, vagy más volt a hibás. Az egót félre rakni fájdalommal jár sokszor. Az nagyon-nagyon fájdalmas, és nem könnyű. És folyamatosan most is még tanulom. Ugyanakkor érzékelek benned egy olyat, mintha egy kényes nő lennél. Ez egy betanult valami, vagy tényleg kényes vagy önmagaddal? Tehát, hogy tudsz örülni önmagadnak végre?
De ez hogy érted, hogy kényes? Van egy attitűdöd, tudod, amikor megadjuk magunknak, amit megérdemlünk, és mások is megadják, amit mi megérdemlünk, és ez az attitűdünkből látszik, hogy én ezt jól látom, vagy tévedek. Ezt nem gondolom, hogy kényes vagyok. Az biztos, hogy a minőséget szeretem mindenbe. Én ezt inkább mondanám. De én ezt gondolom, hogy az kényesség, hanem csak alapvetően jó az ízlésem, és És ennyi. én azt gondolom, hogy minőséget adok, és minőséget is akarok kapni. Tehát, hogy mondjuk, amikor azt gondolják, hogy én mondjuk minden férfira rámászok, azért az egyetlen nem így van, hanem általában én szoktam válogatni, és szerintem az, hogy azt mondod, hogy szép nőnek gondolsz, ezt Nem köszönöm, nem. gondolak, annak látlak. Azért az egy különbség. Igen. Figyelj, szerintem én azt gondolom, hogy ez belülről is jön, és arra jövök rá egyre jobban, hogy ez leginkább belülről jön, mert nagyon sokszor volt olyan, hogy mondjuk valakit láttam a tévébe, és mondjuk láttam élőben, és egészen más volt az egész dolog. Mert itt szerintem, vagy nekem legalábbis ez ilyen aura, vagy ilyen valamilyen, ami megfoghatatlan, de mégis érzed, vagy hogy azt is érzem, hogy valakivel igen, vagy nem, és utána általában az kiderül, hogy az jó volt. Szóval meghozok döntéseket, és valahogy ilyen egyértelműen meghozom ezeket a döntéseket, de utána mindig kiderül, hogy az jó volt. Nagyjából. Szóval jó az intuíciód, erre gondolsz. Én azt merem remélni, hogy igen, de ezt nem merem kijelenteni. Lesz-e második önálló darabod, amit te gondolsz ki, te csinálsz meg? Készülsz-e erre? Nem, mert nem akarok már egyedül szerepelni, és most van itt egy német színész, akivel, színésznő, akivel gondolkozunk egy darabon, egy női darabon, és azt gondolom, hogy már igenis, mint ahogy már megfogalmaztam magamban azt is, hogy igen, én alkalmas vagyok egy párkapcsolatra, és akkor most például akár lehet, hogy valami alakul abban a témában, de azt is gondolom, hogy megvalósítani dolgokat nem lehet egyedül, hanem igenis csapatban lehet, és ez sokkal jobb, és hogy volt azért alkalmam, most például forgattam egy német sorozatban, amit majd jövőre fognak bemutatni, és ugye partnerekkel forgattam, és hát ez azért az elmondhatatlanul sokkal könnyebb és jobb érzés, meg hát ezért érdemes színésznek lenni, hogy partnerre játszol, és nem magaddal. Mert ez tök uncsi. Meg hát az, hogy valaki monodrámát csinál, az ezerszer sokkal több tudás kell, mint ami nekem még most van. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy sokkal nehezebb, hisz lekötni a figyelmét a nézőközönségnek akár egy órára is egyedül egy színpadon, hát az művészet. Neked meg sikerült? Szerintem egy-két alkalommal sikerült, a többi azt nem szerettem. Te nem szeretted. Aha. És szerintem mások se. Nem tudom. Ezt lehet tudni, érezni, ahogy valami jó volt, vagy nem. És volt ilyen is, olyan is. De az életben minden területtel így vagyunk, hogy vannak napok és napok, tudod? Hát nyilván, igen. Csak mondjuk, hogyha azt mondja az ember, hogy színész, akkor illik jól teljesíteni. Mindig, amikor ott vagy. Igen, de az nem csak egy színészi performance volt, hanem az az életed. Egy bizonyos szakasza, ott az érzéseid vannak. Tehát nem tudom, hogy lehet külön választani, tudod, a szakmát attól, hogy ez rólad szól. Én úgy gondolom, hogy a színészeknek is, amikor nagyon azonosulnak egy szereppel, akkor ott megvannak a maga, és ez a jó színész szerintem a standard, hogy látod az arcán, hogy átéli az érzéseket, ha azonosul velük, aztán még inkább. Igen, de azért szerintem minden színész, még hogyha azt mondja, hogy ez egyáltalán nem is ő volt, ilyen lehet, de mint ahogy mondjuk lehet, hogy nem is gyilkolunk. Ez így van. A gyilkos ösztön mindenkibe van. Tehát pontosan szerintem attól rémülünk meg, hogy úristen, én is gondoltam, ezt egyszer amúgy
Tornai Klári mondta egy interjúban egy ilyen kis kosztümben, nyakékben, hogy hát mindenki gondolja azt, hogy úgy dögöljön meg a másik, és akkor az vicces volt, hogy... De akkor tulajdonképpen azért akármennyire szeretnénk ezt vagy azt mondani, azért néha vannak durva gondolataink, hogyha a szívünket tesszük a kezünket. Mennyire mondod, hogy hát sajnálod, hogy nem lehetsz itthon boldog. De mennyire vannak még azok a sebek nyitva, mennyire élnek még azok a sebek, amiket itthon ejtettek rajtad emberek? Vagy mennyire sikerült ezeket szépen begyógyítanod? Szerintem elég jól sikerült begyógyítani. Én azt gondolom, hogy ezek azért mégiscsak traumák, és ezért ezek mindig ott lesznek. Tehát, hogy amikor mondjuk valamikor azt mondtam valakinek, hogy ez kb. Olyan volt nekem, mint egy auschwitzi túlélő tábor, vagy nem tudom mi, akkor erre ilyen furán néztek rám, hogy hogy mondhatok ilyet, hát, és akkor mondtam nekik, hogy hát ott is volt, akit nem öltek meg, és utána életben maradt, mert ugye lehetett volna, hogy mondjuk valami betegséget kapok, és mondjuk meghalok, de hát nem ez lett, és az, hogy mondjuk a hátad mögött, mondjuk emlékszem erre a momentumra, amikor általános iskolás voltam, hogy én hatodikos voltam, és egy nyolcadikos két fiú mögöttem ment, és azt taglalták, hogy kéne engem megölni, majd rácsaptak a fenekemre, azért ez egy elég durva élmény, és akkor ilyenek mondjuk azért voltak. Hogy keretezted át magadban ezeket most így felnőtt korban, esetleg úgy, hogy már Berlinben élsz? Mert nyilván távolból könnyebb talán, gondolom, nem tudom, talán tudod begyógyítani sebeket, átkeretezni helyzeteket, embereket, érzéseket. Valószínűleg ez leginkább azt tudom, hogy ez valószínűleg azért nem rólam szólt, hanem róluk, az ő aberrátságukról, vagy az ő szorongásukról, de hát azt nem lehet azért félrerakni, hogy azért ez rajtam csattan. Vagy az például, hogy mondjuk az, hogy mondjuk a transzneműséggel, ahogy emberek viszonyulnak hozzá, az azért egy hozott dolog, ahogy mondjuk a szüleink mit nevelnek belénk, mert ugye láttam már olyat például, hogy mondjuk szülő ilyen nagyon erélyesen rászól a gyerekére, hogy ez kisfiúknak való, ezt ugye mondják lánynak, vagy fordítva, és hogy ilyen tényleg ilyen jól, erősen meg akarjuk tanítani a gyerekeknek, hogy mi a jó és mi a nem. És azért láthatjuk most már, hogy azért szó van ezekről a dolgokról, hogy igenis azért van ilyen ember, olyan ember, amolyan ember, és erről nem szabad nem beszélni, mert egyszerűen az bűn, hogyha valamiről nem beszélünk, ami igenis ott van, és ugyanolyan dolog, mint mondjuk egy cisznemű ember, hogy vannak mondjuk melegek, vagy leszbikusok, vagy transzneműek. Ez tényleg, ezt nem kell elfogadni, ez van, és ez nem egy új keletű dolog, hanem ez mindig is volt. Csak egy témáról akartunk beszélni, ami miatt most kicsit mindenki fel van háborodva, hogy ezekről is, tehát hogy másról is szó van, nem csak mondjuk észnemű emberekről. Mondtad azt, hogy nem politizálsz. Én mégis megkérdezek, és nem politikát, mert én sem, de lehet, hogy lesz, aki annak tekinti, így járt. Az országunk vezetése a te kezeidben lenne. Min változtattál? És mondjuk ilyen superpower vagy, tehát, hogy van szuper erőd, mind változtatnál meg? Vagy szuper csapatod? Mert ugye azt mondtad, hogy a csapatmunka az a jó, és én is hiszek benne. Hát én azt gondolom, hogy amire senki nem, vagy nagyon kevesen a politikában is keveset fordítanak, és nem foglalkoznak vele egyáltalán, az ugye egy a tanítás, szerintem az embereknek a tanítása, és erre nagyon nagy szükség van Magyarországnak, az egész társadalomnak, és az, hogy egyszerűen kinevelni magunkból azokat a dolgokat, ami, tehát, hogy ez nincs máshol úgy, mint Magyarországon, hogyha nekem rossz, akkor legyen másnak is rossz. Vagy egyszerűen ez a
kispolgári kukacoskodás a másikkal, vagy tényleg, tehát, hogy mindenki tudna valamit mondani erről. Szóval lehet, hogy mi arról beszélünk, hogy milyen a politika, milyen rossz a politika, de azt is meg kell néznünk, hogy a magyar társadalom azt kell igazán megváltoztatni, a gondolkozást. És ma egy olyan politikai erő van hatalmon, ami egyértelműen arra megy, hogy ne tanítson, ne nyissa ki a szemeket. Ne gondolkozzunk. És akkor ezen változtatnál? Én ezen változtatnék is, onnantól lehetne a politika jó. Én azt gondolom. Mert ugye most semmi más nem használ a politika, csak azt, hogy mit ismert föl, hogy milyen a magyar társadalom, és igazából csak ezzel játszik. Miért jobb Berlinben, mint itthon? Nyilván tudom is, sejtem a választ, azért más, ha te mondod. Hát először is azért, mert 25 éves vagyok, és egyedül élek, egyedül tartom el magam, ami Magyarországon szerintem nem menne. Ez már egy alapjáraton egy jó dolog. Van lehetőségem arra, hogy bekerüljek produkciókba, filmes vagy sorozatokba. Kapok transznői karakterekre esélyt, vagy castingokat, de sima női szerepekre is. Ez szerintem Magyarországon nem lenne. Egyszerűen nem azt mondom, hogy itt nem, nincsenek őrültek, mert mindenhol vannak, és hát Berlin alapjáraton azért egy érdekes szituáció, szóval hát egy érdekes város. De valahogy ez az élni és élni hagyni, ez nagyon megvan, meg egyszerűen csak úgy tudsz létezni, és tudsz a jövőre gondolni, és nem ilyen nagyon-nagyon szorongó érzésed van, hogyha arra gondolsz, hogy mi lesz holnap, mert nem kell arról gondolnom, hogy mi lesz holnap. És ez jó. Ez egészen más idegállapotot ad neked. Kedvet csináltál egy kicsit elmenni egy hétre Berlinbe. Berlinbe egyébként régóta készülök én is megnézni, még nem voltam ott. Ha a jövőről beszélünk, ugye filmekről, könyvről, így kezdtük a beszélgetést, hogy sok terved van. Van-e, aki segít neked, aki lelki társad? Most nyilván nem a kezdő kapcsolatról beszélek, amely egy hónapja tart, de hogy van-e lelki társ, vannak-e olyan emberek, akik hisznek benned, támogatnak, és akiknek a segítségével könnyebb előre menni? Hát mondjuk a filmötletemnél van egy csapat, ugye, egy VMS csapat, és azt nagyon örülök, hogy ők egyáltalán támogatják az idejükkel, meg elkészült már egy script, meg egy moodboard, és most ugye abban a szakaszban vagyunk, ahol ugye pénzt keresünk rá, ugye ez a legnehezebb, mert ugye azt már alapjáraton már sejtjük, vagy gondoljuk, hogy mondjuk Magyarországról nem jöhet pénz, úgyhogy már is külföldön keresgélünk, de azért egy-két kontaktot Magyarországon is kerestünk, mert reménykedünk abban, hogy nem az lesz az első, hogy kitől jön az ötlet, hanem az, hogy akár jó lehet a forgatókönyv, és akkor akár lehetőséget adnak ennek a filmnek. Az egy nagyon jó dolog, hogy ők támogatnak, meg így jónak tartják a gondolataimat, és hogy beleálltak ebbe a dologba. A cikkírásnál, meg a könyvírásnál ott Nagyen Boldizsár van amúgy a Meseország című könyvszerkesztője, és ezek nagyon, nagyon jó dolgok, ez sokat jelent nekem, mert szerintem nagyon, nagyon kevésszer van az, hogy valakiben bíznak, és hogyha már van egy ember vagy kettő, az már tök jó, és még csak 25 éves vagyok, úgyhogy remélem, hogy ez csak gyarapodik. Hát kívánom, hogy így legyen. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kérdezte egyet. A vlognak ez a menete, hogy a végén a vendég kérdezhet. Mi volt az utolsó sorozat, amit megnéztél? Grey's Anatomy. Aha. De ez most már befejeződött? Mert ez most ez... Hát most még van, de szerintem ez lesz az utolsó. Igen. És hány évad ment belőle? 10,
5-6-7, nem tudom. Nem tudom, ugyanakkor azt kell, hogy mondjam, hogy hatalmas bölcsességek vannak benne. Én nem szoktam hetente nézni, hanem amikor van egy pihenő napom, vagy egyszerűen szeretném látni, hogy mások hogyan gondolkodnak, például a COVID helyzetről, akkor beteszek egy-kettő ilyet, és nagyon jó, mert empatikus vagyok, és akkor még sírni is tudok egyet, egyébként meg nem benne lehet, úgyhogy a film egy jó lehetőség kiengedni a stresszt, meg a gőzt. Úgyhogy ez volt, hogy nagyon szépen köszönöm a kérdésedet. Neked mi volt az utolsó, még ezzel azért zárom. Most a Darkot nézem, kezdtem el nézni, ez egy német sorozat. Netflix. Belenéztem én is, igen, Netflixen. Igen, nagyon jó. Nagyon szépen köszönöm. Én remélem, hogy hallok még felőled, és hogy minden terved megvalósul. Én egyébként minden vendégemnek ezt kívánom, hogy valósuljon meg, mert olyan szép dolgokat hallok itt, és olyan szép gondolatokat és érzéseket. És megnyugszom minden alkalommal, hogy a világ azért szép, az élet szép, és a benne élő emberek is szépek, csak nem mindig tudnak viselkedni és gondolkodni, de hogy én kifogom a jókat, meg a legjobbakat. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, Adél, még egyszer, és nagyon-nagyon sok boldogságot és sikert kívánok. Köszönöm, én is hasonlókat kívánok neked is, köszönöm a meghívást. Köszönöm Szia! szépen, szia!